Végre újra jelenléti oktatással megvalósuló teljes tanévet tudhatunk magunk mögött. Nagy szükség volt erre, hiszen komoly hiátusok keletkeztek a járvány éveiben, mind az oktatás, mind pedig a nevelés területén. Ezek leküzdésében óriási teher nehezedett, és nehezedik még ma is az iskolákra és a pedagógusok vállára. Gezsely Péter, a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte a pedagógus napi ünnepségen egybegyűlteket. Arról beszélt, egyre nagyobb korosztályos távolság van a gyerekek és a még pályát teljesítő pedagógusok között, ami külön kihívást jelent a katedrán állók számára. Folyamatosan változik a világunk, ugye láttuk ezt az elmúlt két évben is, csak a koronavírus járvány miatt is milyen helyzetbe került a pedagógus társadalom, hirtelen kellett megoldani a problémákat, hirtelen kellett új technikákat alkalmazkodni, és ez az alkalmazkodási kötelezettség, ez ugye szerintem ott van minden, a mindennapokban. Fejlődik a technológia, változnak a gyerekek, változnak a szülői, a társadalmi elvárások, és ezeknek meg kell felelniük, és ez rengeteg munka. A mindennapi kihívások között a szakma egészen válságot él meg. A körülmények, melyek körülveszik az iskolát, nem a pedagógusok számára kedvezőek, mondta Bogárné Balog Andrea, a Dunaföldvári Beszédes József Iskola díjazott pedagógusa. Nagyon nehéz olyan fajta jövőképet mutatni a fiatal pályakezdő pedagógusoknak, ami ezt a szakmát vonzóvá teszi. Viszont van egy olyan lehetőségünk, hogy a saját intézményünkön belül, ha egy jó közösséget alakítunk ki, egy jó mintát adunk, egy jó szülői csapattal, jó kollektívával dolgozunk, akkor a fiatalokat az kárpótolja minden egyéb olyan hatástól, ami esetleg eltérítené őket a pályáról. Az idei esztendőben 8-an vehették át a tankerület kiváló pedagógusa kitüntetést, és 2-en érdemelték ki a kiváló dolgozóknak járó díjat. 4-en pedig munkájuk elismeréseként miniszteri elismerő oklevélben részesültek. Az ünnepségen elbúcsúztak a tankerületi központ 26 dolgozójától, akik nyugállományba vonultak a tanév végeztével.